Köszöntjük kedves nézőinket! Ez itt a Kispad, a DSTV heti magazinja. Hírek, tudósítások, különlegességek a város sportéletéből, még ilyen nehéz időkben is. Tartalmas időtöltést kívánunk! Közös sajtótájékoztató tartott Barta Endre humánügyekért felelős alpolgármester és Dóci Zsuzsa gymstick és fitness instruktor április 17-én. A központi téma egy új kezdeményezés létrejötte volt, mely a mozgás fontosságára hívja fel a figyelmet. Mozogj otthon Dunai Várost címmel tartott közös sajtótájékoztatót Barta Endre, városunk humán ügyekért felelős alpolgármestere, valamint Dóci Zsuzsa, gymstick és fitness instruktor péntek délelőtt. A tájékoztatón elhangzott, egy sorozatot indítanak, amelyben az edző otthoni, könnyen elvégezhető feladatokat mutat be, annak érdekében, hogy a bezártság ellenére is mozogjanak a lakók, sőt, az idősebbek is. Sajnos ez a vírushelyzet közbeszólt, és sok tervről le kellett mondanunk, viszont Zsuzsát nem úgy ismertem, mint aki feladja, és egy nagyon jó ötlettel keresett meg, amit azt gondolom, hogy a Maradj Otthon kampánynak nagyon színes része lehet, és hiszem azt, hogy nagyon sok embernek valós segítséget fog nyújtani, hiszen az egészséges életmód talán most még nehezebben fenntartható, mint egyébként. Egy-egy epizód körülbelül 20 perces lesz, a bemelegítés után jönnek az erősítő, átmozgató feladatok, végül pedig a nyújtás, ami az edzés elengedhetetlen része. Köztudott, hogy az immunrendszer erősítésére, a szervezet erősítésére a legeslegfontosabb a megfelelő mennyiségű, minőségű táplálékoknak a fogyasztása. Ez természetesen a kiegyensúlyozott étkezés mellett azt is jelenti, hogy megfelelő vitaminokkal, táplálékkiegészítőkkel, ásványi anyagokkal, nyomelemekkel kell ellátni a szervezetünket. De emellett van egy olyan dolog is, ami semmi mással nem helyettesíthető, ez pedig a testmozgás, mégpedig a rendszeres testmozgás. Sajnos nagyon kevés lehetősége adódik azoknak az embereknek, akik most a járvány miatt, a karantén helyzet miatt az otthonaikban töltik ezeket a napokat, heteket, hónapokat. Ugye sajnos nem tudjuk, hogy mikor lesz ennek vége, illetve mikor fog enyhülni ez a megszorítás. Nagyon jól teszik, otthon kell maradni, néha ki kell állni az erkélyre, az ablakba, és egy kis D-vitamin magunkba kell szívni. De ezen kívül én azt gondolom, hogy mindenképpen időt kell szakítani arra, hogy rendszeresen mozogjunk. Sajnos korlátozottak a lehetőségek az otthoni mozgásra. Amíg volt lehetőségük, az embereknek kijártak ugye a gyönyörű Dunapartunkra sétálni, egy egészségügyi sétát bármilyen korosztály szinte minden nap meg tudott tenni. Egy laza kocogás is belefért, sokan kerékpároztak ebből a korosztályból. Rendszeres úszókról is tudok, akik minden reggel vagy heti 3-4 alkalommal az úszodában indították a reggeleket, és biztosították a megfelelő testmozgást. Viszont ezek a lehetőségek most teljesen megszűntek. Ezért gondoltam azt, és nyitott volt rá a város vezetése, hogy akkor mi visszük az otthonokba a mozgást. Ez a korosztály sajnos elég mozgásszegény életmódot folytat, illetve egy nagy részük mozgásszegény életmódot folytat. Én azt gondolom, hogy ezekkel a tornákkal, amik most rendszeresen az otthonokba fognak érkezni, talán azok is elkezdik a rendszeres testmozgást, akik eddig nem érezték meg ennek az ízét, ennek a jelentőségét. Illetve azok, akik rendszeresen mozogtak, úsztak, futottak, kocogtak, sétáltak, nordic walkingoztak, sorolhatnám a szabadtéri lehetőségeket, most egy alternatívának fogják ezt tekinteni, és velünk fognak tartani. Ezek a tornák, ezek nem egy kemény edzés, tehát nem egy kemény edzést kell elképzelni, kifejezetten ennek a korosztálynak készült, közép és idősebb korosztály, illetve mozgásszegény életmódot folytató réteg. A gyakorlatok nem bonyolultak, nincsenek benne koreográfiák, nincsenek benne szögdelések, ugrálások. Kifejezetten egy átmozgató tornára kell gondolni, ami erősíteni fogja az immunrendszert, javítani fogja a kedélyállapotot, erősíti a szívet, az érfalak rugalmasságát erősíteni fogja, a csontritkulást meg lehet vele előzni, elkerülhetjük a betegségeket, illetve ha már valakinek van valamilyen kialakult, akár krónikus, akár akut problémája, akkor az életminőséget lehet ezáltal javítani. A napi sorozat április 20-án hétfőn indul, melyeket a DSTV műsorán, YouTube-on, illetve a közösségi oldalakon is követhetnek majd a mozogni vágyók.
Több zsák élelmiszerrel és tápszerrel segítette a Solti Ágica Sérült Állatmenedék Alapítvány, a Dunajvárosi Labdarúgó Szövetség és a Karissa Ese. Mert a nehéz időkben a kiszolgáltatott állatokról sem szabad megfeledkezni. A Karissa Sportegyesület, illetve a Dunajvárosi Labdarúgó Szövetség egy olyan területen igyekezett segítséget nyújtani, ahova az ismert problémák miatt sajnos jóval kevesebb figyelem jut. Ezúttal az állatmenhelyek segélykiáltását hallotta meg Dunajváros két segítőkész civil szervezete, s igyekezett jó példát mutatva tevőlegesen fellépni. Amúgy sem ez volt az első ilyen irányú segítségnyújtás, ugyanis Ágica sérült állatainak menedékhelyét már több alkalommal látták el élelemmel, eszközökkel, valamint anyagi támogatással. A Karissa Ese és a DLS munkatársai több zsák élelmiszert, több doboz konzerv tápszert vásároltak, melyeket el is szállítottak Soltra. Tóth Imre érdeklődésünkre elmondta, tapasztalataik szerint mindig jól jön a segítség. Most pedig különösen fontos, hogy az állatmenhelyre kényszerült társainkról se feledkezzünk meg, hiszen egyébként is sok esetben a perifériára szorultak, és fokozottan szükségük van a segítségre. Petrás Gábor, a DLS főtitkára is jelezte, hogy továbbra is igyekeznek akciókat szervezni ott, ahol szükségét érzik és számítanak a segítségükre. Dunajváros sportéletében jelentős szerepet tölt be az ISD Dunafer ZRT hideghengerművének egyik műszakvezetője, Tóth Imre. Nem csak munkahelyén, hanem a Karissa Sportegyesület elnökeként és a Dunajvárosi Labdarúgó Szövetség vezető tisztségviselőjeként is lelkiismeretesen dolgozik. Tóth Imréről készült portrén következik. Tóth Imrének már gyermekkorában, a tanulmányai kezdetén is fontos szerepet töltött be a sport, a labdarúgás. Miután Dunaújvárosba költözött, a helyi sportélet meghatározó tagjává vált. Emellett már több éve dolgozik az ISD Dunafer ZRT hideghengermű hőkezelő üzemében, műszakvezető pozícióban. Munkájával elégedett, társaival lelkismeretesen elvégzik a mindennapi feladatokat. Vannak olyan szituációk és olyan helyzetek, amikor nagyon magas hőmérsékletben kell dolgoznunk. Mondhatom azt is, hogy azért poros a munkahelyünk, tehát nyilván megfelelő védőeszközöket használunk, de ennek ellenére ezek azért nehézségek. A napon pedig úgy néz ki, bemegyek a munkahelyre, a csapatnak előírom az aznapi tevékenységet. A mi munkánk egyébként időfüggvényes, tehát az összes tevékenységünk attól függ, hogy bizonyos folyamatoknak az ideje mikor jár le, mikor válik egy-egy folyamat, tevékenység tulajdonképpen teljessé, ahhoz képest ugye mi meghatározzuk a következő folyamatot, és azt az idővel összefüggésben kiírjuk a kollégáknak, és ők pedig az alapján végzik a munkájukat. Tóth Imre a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség elnökségi tagjaként folyamatosan részt vesz a sportesemények szervezésében, valamint a Vasmű által támogatott Karissa Sportegyesület elnöki feladatait is ellátja a főállása mellett. Nyertünk már olyan tornát is, ahol 44 csapat volt, céges tornát, és eljutunk olyan helyekre is így, ahova azt gondolom, hogy más formában nem is tudna eljutni a cégünk, vagy más cég, mert részt vettünk már olyan céges tornán, ahol az 5 millió forint feletti forgalmat bonyolító cégek vehettek csak részt, tehát azt gondolom, hogy olyan helyeken is meg tudjuk magunkat mutatni, ahol azt hiszem, hogy kevés más kispályáscsapat tud részt venni. Itt is általában, meg ezeken a tornákon is általában nagyszerűen tudjuk képviselni a céget, a legtöbb esetben győzelemre tudunk jutni végül. Tavaly, ha jól emlékszem, 3 céges tornán indultunk el, és mind a 3-at megnyertük. A beszélgetés során az is elhangzott, hogy az 1997-ben alapított Dunafer Vasas foci csapatot 2008-tól kiemelten támogatja az ISD Dunafer ZRT. A csapat tagjai a Vasműben dolgoznak, az együttes vezetője pedig nem más, mint Tóth Imre. A Dunajvárosi Kohász Kézilabda Akadémia új igazolásairól számoltak be sajtótájékoztató keretében április 16-án. Gurics Attila, a klub menedzsere adott tájékoztatást a játékos keret változásairól.
Április 16-án délelőtt a polgármesteri hivatal C-szárnyának házasságkötő termében tájékoztató keretein belül számoltak be a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia új igazolásairól. Gurics Attila menedzser beszélt a játékos keret változásairól, miszerint együttesünkből 9-en távoznak, többen szerződést hosszabbítottak, és 7 új játékos érkezik az akadémiához. Anasztázia Babovics, Barján Bianca, Debreceni Klivinyi Kinga, Román Dorina, Sasszl Natali, Sziráki Boglárka, valamint Véninger Alexa is Dunaújvárosban folytatják pályafutásukat. Természetesen még van nyitott rész, de úgy érzem, hogy a csapat 90%-a jelenleg kész van. Köszönettel én is szeretnék fordulni itt a csapat vezetőihez, Gáborhoz, a szakmai stábhoz, polgármester úrnak, így a alpolgármester úr nevébe is köszönjük, hogy ebbe az ínséges és nagyon nehéz időbe, ebbe a vírusos időbe is foglalkoznak velünk, energiát is szakítottak ránk. Én egy óriási dolog, hogy most ezt a csapatot be tudjuk jelenteni. Nagyon várja az egyesület és a játékosok, minden egyes játékosok külön-külön beszéltünk, tartjuk a kapcsolatot, nagyon várják, hogy kezdhetjük az új szezont. Úgyhogy ennyit szeretnék. Még egy pár szót még az akadémiáról is szeretnék mondani, hogy az új stáb július 1-ével mindenképpen szeretné még jobban a saját nevelésű gyerekeket beépíteni a csapatba. Én úgy érzem, hogy ez a keret is azt fogja mutatni, hogy jó irányba fogunk elindulni. Barta Endre alpolgármester szerint ez most nem a mosoly és az építkezés időszaka, viszont hosszú idő után végre olyan jó hírekről tudnak beszámolni, amelyek már a jövőnek szólnak. Ténylegesen egy olyan csapatunk lesz, akikért érdemes lesz kijárni a meccsekre, és akik sok-sok örömet fognak nekünk hozni. Én ismételten nagyon nagy köszönetet szeretnék mondani Mátyás Gábornak, csapatának, nagyon nagy köszönetet szeretnék mondani Gurics Attilának, hiszen az ő megjelenésük egy olyan töltetet adott ennek az egész ügynek, ami azt gondolom, hogy mindannyiunkat örömmel fog majd eltölteni, és olyan bejelentések várnak majd még ránk a közeljövőben is, amikor ténylegesen minden városlakó láthatja, hogy amit itt pár hónappal ezelőtt elmondtam a kinti kis teremben, hogy kohász volt, kohász van, és kohász lesz. Barta Endre hozzátette, a munkájuk ezzel természetesen nem ért véget, nagyon jól alakuló tárgyalásokat folytatnak a főszponzor jelölttel, és együtt várhatóan olyan bejelentést tudnak majd tenni, melyből látható lesz, miként is lesz biztosítva nem egy, hanem hosszú évekre a Dunaújvárosi kézilabda csapat jövője. Ennyi fért mai műsorunkba, de jövő héten ismét jelentkezünk. Munkatársaim nevében is köszönöm kitüntető figyelmüket. Vigyázzanak magukra és egymásra is, ha lehet maradjanak otthon. Viszontlátásra!